Békesség néktek! Most egy olyan igével köszöntelek benneteket itt Kárpátalján az autómból, amiről nem tudom, hogy pontosan hol van megírva, mert nem volt lehetőségem utána nézni. Menet közben jött ez az ötlet, hogy megcsináljam ezt a kis üzenetet. Az ige az biztos, hogy így van, követlek valahová mégy. Keresétek meg a Bibliából, benne van. Eddig egy hosszabb utat tettem meg, több száz kilométert otthonról Kárpátaljáig, és most, hogy megérkeztem ide már szinte majdnem a célállomáshoz, itt fogadott a lelkipásztor barátom, és most már nem a GPS-nek az útmutatása szerint haladok, hanem az én barátom megy előttem. Nézzétek, csak remélem, hogy látjátok, ő az ő autójával itt megy előttem, és én már csak kell, hogy kövessem, és ő engem el fog vezetni oda, ahová menni kell, ahol lesz majd a vacsora, a szállás helye. Az jutott erről eszembe, hogy a GPS az egy nagyon-nagyon hasznos dolog, de azért az élő személyt nem pótolja. A Szentírás nekünk ez ilyen mennyei GPS, óriási találmány, nagyon jó, hogy Isten adta, de Jézus személyét a Biblia nem fogja pótolni. Ha Bibliád van, de Jézusod nincs, akkor nagy bajba vagy. Kérd meg a Biblia Istenét, Jézusát, hogy társuljon hozzád. Mondhass neki azt, követlek Uram, valahová mégy. És nem azt mondom, hogy nincs szükség a Bibliára, ha megjelenik Jézus, hanem azt mondom, hogy egészen más úgy, hogy a GPS alkalmazás a telefonomon van, de közben követem az élő szemét, aki előttem jár. Egy kicsit a GPS egyébként elkavart útközben, Romániában egy picit elkavarodtam, aztán a GPS hozott ki onnan. Néha belekavarodunk a Biblia dolgaiba, de amikor Jézus személyesen vezet, akkor az a legjobb. És a legeslegjobb, amikor az Úr Jézus a Biblián keresztül vezet téged. Nem csak Bibliád van, hanem Jézusod is van, és ezért a vezetésed az teljesen természetes, teljesen egyszerű. Látod őt és követed. Kérjed Istent, hogy adjon neked útmutatást, vezettetést, ne csak a dogmatikából, ne csak a Biblia értelmezéséből, hanem egy személyes kapcsolatból az Úr Jézussal. Persze, ez sok félreértésre adhat okot, és megvallom, hogy ennek is van veszélye, de azért a Jézus nélküli élet, a legveszélyesebb élet, higgyétek el nekem. Isten áldjon benneteket. Amen.